Kaptunk egy felajánlást az egyik pékségből, és a friss kenyeret hoztunk, mert megkerestek bennünket, hogy ki tudjuk-e ezt most valahova szállítani, úgyhogy ennek a megsegítésére hoztunk. Ezekben a nagy dobozokban, ezekben polártakarók vannak, ezek a megyei raktárból kerültek most kiszállításra, illetve tartós élelmiszerből csokoládét és konzervet hoztunk, ami a későbbiekben felhasználható. A megyei Vöröskereszt vezetője mutatta pénteken, hogy milyen adományokkal érkeztek Záhonyba. Élelmiszer, takaró, ruhanemű is várta a menekülteket. A Kárpátaljáról érkezett magyarok örömmel vették a felajánlásokat. Pénteken jelen volt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, aki elmondta, minden segítséget megadnak a határon túlról érkezőknek. Bízunk abban, hogy a háborús veszélye lehetőleg hamarabb megszűnik, és a NATO tagországok is egységesek, a NATO tagállamok védettségét teljes egészében valamennyi NATO tagállam közösen biztosítja. Vasárnap Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter járt Csapon, ahol arról biztosította a szomszédos ukrán megye elöljáróit, hogy számíthatnak Magyarország és a magyar kormány segítségére. Szeretném elmondani önöknek, hogy a határ magyar oldalán minden infrastruktúrális műveletet elvégeztünk annak érdekében, hogy készen álljunk a menekültek fogadására. Дозвольте повідомити, що на угорській стороні кордону ми зробили всі необхідні заходи для прийому біженців. Holnaptól 6 helyszínen a határ átkelőhelyek magyar oldalán segélypontok kezdik meg a működésüket. Від завтрашнього дня починають функціонувати 6 приймальних пунктів на поблизу кордону на угорській стороні. Берег-Шурайнал, Тисабечнél, Záhonynál, Barabásnál, Lónyánál és Berekbarócnál. Na всіх перерахованих пунктах перетину. És emellett pedig minden előkészületet megtettünk annak érdekében, hogy el tudjuk szállásolni a hozzánk érkező menekülteket. A також ми забезпечили всі умови для того, щоб ми могли надати проживання всім біженцям, які до нас надійдуть. Itt a kelet-magyarországi területen el tudunk szállásolni mindenkit, aki Ukrajnából hozzánk érkezik azért, hogy menedéket találjon. Az 5 napja tartó orosz-ukrán háború miatt eddig több mint 60 ezer menekült jött át a határon. A külpolitikai jellemző úgy látja, Kárpátalján harcok nem, de orosz katonák lesznek a közeljövőben. A harcok nem feltétlenül fognak idáig elterjedni, viszont valószínűleg tartom azt, hogy az orosz katonai jelenlét az el fog jönni idáig, ha sikerül az ukrán hadsereget végül is legyőznie az orosz csapatoknak, mert mondom, én úgy látom, az a cél, hogy teljes Ukrajna behódoljon, és teljes Ukrajna orosz befolyás alatt legyen. Kárpátalja nem gondolom, hogy stratégiailag fontos lenne, pusztán abból a szempontból fontos kiterjeszteni oda is az orosz befolyás, hogy az egész ország. Hogy ne maradjon olyan hátország az oroszokkal szemben, vagy akár az orosz csapatok mögött, ahonnan esetleg még ellentámadást lehet indítani, vagy partizán akciókat lehet indítani. Hétfőn tárgyalások kezdődtek az orosz és az ukrán kormány között Fehér-Oroszországban. Közben folyamatos a harc Kijevben és más ukrán nagyvárosban.